Valahol az erdő mélyén, egy nagy fa gyökerei között rejtőző rókavárban egy kora tavaszi napon 8 kis róka született. Apjuk Kag és anyjuk Íny büszkén szemlélte őket, és nem sejtették, hogy hamarosan eljön a simabőrű ember a villámló botjával, meg a kutyáival, és feldúlja otthonukat. Csak 2 kölyök menekült meg. Egy róka kislány, akit a simabőrű hazavitt a tarisznyájában, és a kis Vuk, akit anyja időben elrejtett az erdőben. Karak, az öreg róka magányos vadászata közben panaszos hangra figyelt fel. Kicsi vagyok, éhes vagyok, segítsetek Vuknak, a kis rókának. Még ráér meg tudni, mi történt a szüleivel, gondolta Karak, és így szólt Vukhoz. Anyád Íny rám bízott, velem kell jönnöd, tudsz járni? Vuk járni ugyan tudott, de az erdővilága még ismeretlen volt előtte. Azt már tudta, hogy társnak, a kacsának jó, meleg szaga van, és a húsa finom, de a virágok illatától elhúzta az orrát. Gyere, kis Vuk! Ezentúl az én barlangomban fogsz lakni. Vacsorát is kapsz. Van még egy darab kurriból, a kakasból, akit tegnap hoztam el a sima bőrű házából, mert olyan szépen énekelt. Karak barlangja az ember számára elérhetetlen helyen egy sziklafalban volt. Szigorúan meghagyta Vuknak, hogy meg ne moccanjon, amíg ő alszik. A kis róka ijedten figyelte a magasban keringő nagy madarakat. Sokáig nem bírta a tétlenséget, és ugrándozása felriasztotta Karakot. Megmondtam, hogy csendben légy! Mordult rá az öreg róka. Tanuld meg, hogy a róka nappal alszik, és éjszaka vadászik. Vuk azonban mindenre kíváncsi volt, és mindent meg akart kóstolni, ami mozgott. A barlang szája előtti kőpadra odasütött a nap, és Vuk szemei nagyok lettek és mohók, amikor észrevett egy zöld hátú nagy gyíkot. Csúsz sütkérezett ott. Kag, az apja is hozott néha ilyet, és a húsa jó volt. A biztos zsákmány reményében Vuk már ugrott is, de a következő pillanatban a gyík eltűnt egy hasadékban, és ő hanyat homlok bukfencezett le a meredek sziklafalon. Nagy üggyel bajjal tudott csak ismét felkapaszkodni a barlanghoz. Remélem, Karak nem vett észre semmit, gondolta aggodalmasan. Az öreg róka azonban már ébren volt, és keményen megleckésztette. Amíg nem tanulsz meg mindent, amit egy rókának tudnia kell, csak velem vadászhatsz. El is indultak Vuk első vadász kirándulására. A kis róka nehezen szokta meg, hogy a szemét sohasem szabad tágra nyitnia, mert a villogása elriasztja a zsákmányt. Meg kellett tanulnia azt is, hogy szúval, a sünnel csak éretlen kölyök próbálkozik, mert a tüskéi összeszurkálják a talpát, meg az orrát. Azt is megtudta Karaktól, hogy nyáú a macska túl nagy falat egy ilyen kis rókának. Azt bezzeg elhallgatta, hogy ő maga sem szeret nyauval vesződni, mert veszedelmes karmai vannak, és nem adja olcsón a bőrét. Hú, a bagoly, aki tanácsot szokott adni az erdei népnek ügyes-bajos dolgaikban, túlságosan éber, csak nappal alszik egy keveset. Kis Vuk, ez itt a legnagyobb ellenségünk. A sima bőrű háza. Ő pusztította el a szüleidet és testvéreidet. Óvakodj tőle, mert villámló botjával messziről is tud ölni, és a házát éjjel-nappal őrzi. Vahur, az áruló rokon. A kerítésen túl Vahur éppen fiatalabb társát oktatta.
Vigyázz a gazda tyúkjaira, mert ha csak egyet is elvisz közülük a róka, az egész falu hangos lesz a szégyenünktől. Eredj, és fogjál unkát! Mondta Karak, amikor a patak partjára értek, ahol önfeledten zenélt a békák népe. Vuk a nádasban bújt el, várva a kedvező alkalmat. Az alkalom nem is késett soká. Vuk a béka után vetette magát, és nem sejtette, hogy unka nem csak kiváló énekes, hanem valóságos ugróművész is. Ám ekkor feltűnt Tás, a kacsa, szinte az orra előtt. Nem is gondolt már unkára. Apró lábaiban megfeszültek az inak, nem érzett mást, csak a vadászat, ősi gyönyörűségét. Tás este jól lakott apró halakkal, és éppen szundikált, amikor Vuk ráugrott. Azt hitte, leszakadt az ég. Vuk kihúzta a kacsát a partra, és nagy, komoly rókának érezte magát. Ő, Kag fia, aki még alig látszik ki az idei fűből, megfogta Tást. Ekkor egy farka vesztett idegen róka sompolygott feléje. Ki fia vagy? És mit keresel az én vadász területemen? Add ide Tást, és takarodj! A kis róka nem kiáltott. Elhatározta, hogy élete árán is megvédi első vadászsákmányát. Ám ekkor az idegen róka rémülten fordult hátra. Karak, dütöl szikrázó szeme villant meg mögötte. Te vagy az, sút! Kotródj innen, te utolsó a rókák között! Kölykökkel harcolsz, mióta ott hagytad a farkad a sima bőrű csapdájában. A dühös sút elsomfordált. Karak alig hitt a szemének, amikor meglátta Vuk első igazi zsákmányát. Eljön majd az idő, amikor több leszel minnyájunknál. Gondolj majd akkor az öreg Karakra. Persze addig még sokat kell tanulnod, tette hozzá, hogy a kis róka el ne bízza magát. És még sokáig járták együtt a fekete éjszakákat, Kag és a többi híres rókaős vadászösvényein. Filmünk itt véget ér. Fekete István regényéből megismerhetitek Vuk további kalandjait. Megtudhatjátok, hogyan szabadította ki Karakkal együtt testvérét, a kis ínyt a sima bőrű rabságából.